Kék, narancs, vörös, lila, zöld. Színek sokassága, azok egysége jellemzi Girnd Vilmos munkásságát. Használja az alap és a komplementer színeket, ezek alkalmazásával ér el festői hatásokat. Erőteljes színei megmozgatják az érzelmeket, egyedi látásmódja, formavilága senki máséval nem összetéveszthető. Már gyermekkorában szívesen rajzolt, 1981-ben egy pályázat jelentette számára az áttörést. Képezte magát, megismerte a festői technikákat, de az akrilfestés ragadta meg leginkább. Művészetét számos díjjal ismerték el. 1990-ben megyei amatőr képző és iparművészeti kiállítás Szolnok, ahol nívódíjat kapott. 1992-ben Magyar Honvédség amatőr alkotóművészek kiállítása Veszprém, második díj. 2009-ben festészete megbecsüléséért, elismeréséért a Banovák érmet kapott. 2014. január 20-án a Magyar Kultúra napján Honvéd Ecsed díjat, 2014. október 17-én a Magyar Festészet napján Bornemisza Tibor díjat kapott. Különleges képeinek kiállítás megnyitóján különleges hangulatot varázsoltak az érdeklődők elé a Híd Színház művészei, akik formákkal és színekkel játszottak. Girnd Vilmos elsősorban emberi alakokat fest, és szívesen játszik a formákkal. Képei tréfásak, játékosak és mély mondanivalót tartalmaznak. Érdemes elidőzni előttük. A vonalak, az alakok felosztottsága, megfestése elgondolkodtató. A kiállítás február 2-ig tekinthető meg a Verségi Ferenc Könyvtár művészeti szalonjában.